Csík Ferenc öröksége a mai napig meghatározza Keszthely város sporttörténetét. Erről már dr. Iglódi Andrével, a Csík Ferenc olimpiai baráti kör alelnökével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Mi a lenyomata annak, hogy Keszthely városa hogyan tiszteleg Berlin olimpiai bajnok előtt? Meg kell, hogy valljam, büszke vagyok e szempontból a a városomra, ugyanis 9 esztendélye csíkverenc köztudottan diszpolgára a városnak, és én összeszámoltam tucatnyi, tehát 12 olyan jelzésértékű szobra, túrája van, ami róla van elnevezve, illetve amit megtekinthetnek a nézők és az érdeklődők. Tehát tulajdonképpen turisztikai látványosság is, gondolok itt a sétányon lévő 20. századi Keszthelyi Olimpikonokról szóló történeti felsorolásról, kifejezetten a bronzszoborról, amely lent van a vízparton, de azon kívül a só, sétánynál is ugye el van helyezve egy szobor, és én nagyon büszke vagyok, a Panteonban is van egy Csík Ferenc emlékmű. Hogyha Csík Ferencről beszélünk, sokaknak eszébe jutott, hogy az ő tárgyi hagyatéka hogy áll, hol láthatóak ezek, kezdte látható ezek közül valami? Igen, és erre nagyon büszke vagyok. Azt kell, hogy mondjam, hogy a leánya Katalin hosszú és éveken keresztül ígérte a városnak, és aztán ebből nem lett semmi sem, hogy kapott volna a város tőle adományt, és az ő leánya viszont, Katalin ugye pár éve elhunyt, itt nyugszik ő is a Szent Miklós temetőbe, az ő leánya, tehát a Csík Ferenc unoka viszont adakozott és ajánlott a városnak, és ebből a szempontból egyfajta muzeumális látvány, ami a Fehér György könyvtárban található, egy Csík Ferenc emléksarkot alakította ki, és több érdekesség is van ott. Nem olyan rég volt november elsője, talán a keszthelyek, akik megfordulnak ilyenkor a Szent Miklós temetőbe, szembesülhetnek azzal, hogy mennyi gyertya ég Csík Ferenc sírjánál. Mit lehet tapasztalni, miért lehet az, hogy ennyien megemlékeznek az olimpiai bajnokunkról? Két szó jut eszembe, a tisztelet és a kultusz. Én magam minden évben két alkalommal koszorúzok Csík Ferenc Dissír helyénél, egyrészt minden szentek előtt, másrészt pedig az olimpiai győzelme idején, augusztusban. És most valóban azt tapasztaltam november elején, rengeteg, rengeteg egy égett a sírján, tehát valójában itt a keszthelyiek úgy gondolom megbecsülik az ő emlékét. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy még két másik olimpikon is nyugszik. A Szent Miklós temetőbe, hiszen Gellér Sándor is itt van eltemetve, és Barca Elemér a szintén berlini olimpián indult lovas. Hát erre is büszke lehet akkor kezdhet, Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.